megkérdeztünk orvost, gyógyszerészt. A közhiedelemmel ellentétben az aranyér nem egy betegség, amit az ember a szüleitől megkapott, méghozzá aranyban. Ez végül is egy visszér, amely tudjuk, hogy a visszér hálózat rendkívül fejlett az ember altestében, vagy a köldök alatt, hiszen hozza vissza a lábujjattól kezdve egészen föl a elhasznált vért, és ugye plusz nagyon kiterjedt hálózat van a bélrendszer körül, hiszen a tápanyag visszaszívása, ami a bélrendszerünkön keresztül, meg a folyadék visszaszívása miatt egy nagyon kiterjedt ér és nyirokér rendszer van a bélrendszer körül. Az ember immunrendszerének 70-80%-a a vastagbél körüli területeken helyezkedik el. A külvilággal mindössze két érzékszervünk van közvetlen kapcsolatban, a légutak és a bélrendszer. Ezért sokkal inkább ki vannak téve mindenféle veszélynek. Az aranyér kialakulásának számtalan oka lehet, például a vitaminhiány, a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, mindezek rontják a vérerek rugalmasságát. Az ülő életmódot folytatóknál szintén nagyobb az esély az aranyér kialakulására. Kiboltosul a végbél körüli izmoknál a visszér, és ez rettenetesen fájdalmas. Fényes, fájdalmas, gyulladt lesz, sokszor bevérzik. A betegség kezelésében megoldás lehet a bélrendszer megfelelő működése. Ez háromféle módon lehetséges. Mozgással, 3 liter folyadék bevitelével és napi 1 kg nyers étel elfogyasztásával. Ha azonban már ez sem segít. Érdemes olyan jó minőségű gyógynövényeket tartalmazó visszérkrémeket is alkalmazni, ami szintén egy komplex készítmény, attól komplex, hogy sok gyógynövényt a természetgyógyászatban, népi gyógyászatban kitalált és javasolt termékeket egyesít, és gyulladásgátló komponensek is vannak benne. A betegség sajnos már elég fiatal korban kialakulhat, és nem csak a terhes nőknél. Az aranyér egyre inkább fenyegeti a férfiakat is. Jó hír azonban, hogy a tüneteket már otthon is lehet gyógyítani. Miért pont ezt a készítményt javasoljuk? Nagyon sok ilyen készítmény van. Tehát maga az összetétel, az azt lehet mondani, hogy a hagyományos receptúrának az alapja. Tehát a hagyományos receptúrára épülő új technológiával készült készítményről van szó. A komplexitását megint csak kiemelném egyébként ebben a vonatkozásban. És ami nagyon fontos a készítmények kapcsolatosan, azok a referenciák. Kérem, a referenciákkal kapcsolatosan pedig azt tudom mondani, hogy számunkra a legjobb visszajelzés a beteg. Terhes nőknél a krém már megelőzés szempontjából is ajánlott.